2020-tól a felsőoktatási képzést csak azok kezdhetik meg, akik rendelkeznek középfokú nyelvvizsgával. A nyelvvizsga megszerzéséhez nyújt segítséget a Nyíregyházi Egyetem New Way című új programja. Ajtai Horváth Magda, a projekt szakmai vezetője 35 perc című műsorunkban elmondta, a program során a középiskolások tanórán kívüli foglalkozásokon vehetnek részt, melyek célja, hogy a diákok megtapasztalják a nyelvtanulás élményét és használható nyelvtudást szerezzenek. Két tanár lesz és négy csoport indul, ez összesen 8 órát jelent, tehát egy-egy csoportnak 2 plusz órája van. Hatékony módszerekkel és céltudatosan a nyelvvizsgára fogják felkészíteni a kollégák a gyerekeket. 2 év alatt összesen 3840 angol órát fognak tartani 2400 gyereknek. Egy-egy csoportban maximum 15 fő vesz részt. A 330 millió forintból megvalósuló programban a foglalkozásokon kívül számos más, a tanulás segítő fejlesztést is végrehajtanak. Kiemelt célja a plusz órák, vagy nem formális keretek között megtartott órák, innovatív és élményszerű módszerekkel megtartott angol órák, de emellett hatalmas eszközfejlesztés, könyvtárfejlesztés történt, módszertani képzése a tanároknak. Tartalmaz 3 Angliába történő kirándulást a legsikeresebb tanulóknak, tehát nagyon, nagyon komplex. Tananyagfejlesztést szintén 24 darab tananyagfejlesztésre került sor az elmúlt év során, ezeket majd ki is fogjuk adni, tehát egy nagyon komplex programról van szó. Az oktatásba a Nyíregyházi Egyetem hallgatói is bekapcsolódnak. Ezzel a tanulók nyelvi képességeinek fejlesztése mellett a felsőoktatás és a közoktatás kapcsolatát is erősíteni kívánják.